megkapunk választ, hogy ha már van valamink, akkor azzal mit kezdjünk. Ebben fog segíteni nekünk Szabadkai Andrea, a Kislépték Egyesület alapítója és motorja, az egyik motorja. Úgyhogy át is adom a szót. Köszönöm szépen, és szeretettel köszöntöm a magot. Részemről a megtiszteltetés, hogy ilyen nagyszerű emberek után fölkértek előadónak. Úgyhogy az előbb feltettem egy kérdést, hogy valaki, akinek kedve van, számolja ki, hogyha egy sütőtökből 96 forintot árult Rózsa Péter, ami az édesapjának a TS-ben egy napi díja volt, akkor mennyibe kerül ma egy sütőtök sütve a piacon? Én azzal számoltam, hogyha csak a minimálbérrel számolunk, ami 260 ezer forint körül van ma Magyarországon. Bruttó, hogy nem, bruttó. Tehát ezt még nem kapja készhez, de én azzal számoltam, mindegy, kiszámoltam, hogyha nincs most bekiáltás, nincs, akkor 13 ezer forint egy tök ára ma. Na, innen induljunk. Tehát, hogy meg tud-e élni a gazda, vagy a paraszt abból, amit csinál, még ha el is adja. Milyen áron adja el, és kinek adja el. Mert hogyha biotermék, meg permakultúrás, meg mindenféle jó... Hát akkor sem, mert akkor meg hol van a vásárlóerő? És akkor Ausztriában ugye dübörög, hogy úgy mondjam, a helyi termék rövidellátási lánc, amikor a termelők közvetlenül értékesítenek sok esetben, és nagyságrendileg nagy tételben, akkor is ott azért a vásárlóerő megint csak egy nagyságrendivel nagyobb is. Tehát, hogy ahány ország, annyiféle kérdés, annyiféle válasz, mondta a Krisztina, hogy válaszokat fogunk kapni, nem biztos, lehet, hogy kérdéseket fogunk többet még feltenni magunknak, egymásnak. És akkor még egy történetet szeretnék elmesélni. Tavasszal megkértek, hogy ugorjak be valaki helyett, aki nem ért rá, az egyik tévében, nem mondom meg be, ahol egy ilyen napközbeni műsorban mindig van egy tematikus beszélgetés, 6 perc, az éppen aktuális piaci kínálatról, tehát a termelői piac kínálataira, és tavasz volt, és be kellett mennem ebbe a tévéműsorba, és azt várták tőlem, hogy vigyek szamócát, meg paprikát, meg paradicsomot, ugye ez volt április elején. Persze, volt már a piacokon paprika meg paradicsom, de hát azok üvegházas, fóliás. És akkor én, mint beugró, vittem egy kis fenyőrügyet, vittem egy kis céklalevelet, és kérés alapján persze vittem a piacon megvásárolt fóliás, ez a fátyolfóliás epret. És még egyébként egy piacbarát média is azt várta volna tőlem, hogy arról beszéljek, amiről ma nem hallottunk a Bardóczy Zsuzsától. Tehát, hogy azokról a termékekről beszéljünk, amit nem tudunk, hogy hogyan, és hogy ki termelt, állított elő, és vásárolunk meg a piacon. Tehát attól, hogy valami piac, az még nem biztos, hogy a közösségi szellemet is táplálja, nem biztos, hogy tudni fogjuk, hogy mit eszünk, akkor fogjuk tudni, és én ezt ott elmondtam, és nem igazán erre voltak kíváncsiak, attól fogjuk tudni, hogyha tudjuk, hogy kitől, és hogyha esetleg ismerem is, hogy ő hol, és mit termel, és hogyan termel. De valamiért nem erre voltak kíváncsiak, hanem arra az eperre, meg arra a paprikára, és arra a paradicsomra, ami már végre tavasszal van a piacon, de hogy ez milyen, mit tartalmaz, honnan van, és kitől, és mennyiért, az már másodlagos kérdés volt. Na, szóval, hogy ilyen történetekkel és kérdésekkel kell szembesülnünk, és ezekre keresünk mi a Kislépték Egyesülettől is különböző mintákat, megoldásokat, vagy még több kérdést, mert ha már kérdés van, akkor az ember legalább gondolkodik azon, hogy van-e válasz. Jó, nem tudom. Jó, ezeket nem fogom felolvasni, csak inkább elmondom, hogy ha közösségről indítunk, kiszámoltuk, Péter, 13 ezer forint lenne egy tök ma sütve. Igen. Úgyhogy, nosza. A napi díjat. Igen.
No, tehát ha innen indítunk, akkor a kommunikációs síkon mindenki mondja, hogy jó a helyi termék, meg jó, látták az előbb, elmeséltem a média is, hogy járjunk piacra. Csak éppen azt nem mondják, hogy tényleg nézzük már meg, hogy kitől veszünk, nézzük már meg, hogy mit veszünk, és hogy az a termék az valójában hogy termelődött. Az unióra is hivatkozhatnék, mert hogyha keresünk magunknak mankókat, akkor még ő is leírja ezeket, hogy miket ír le. Hogy van gazdasági, társadalmi, meg környezeti haszna, hogyha közvetlenül a környezetből a helyi termékeket vásároljuk. De én ebből inkább tovább mennék, mert nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy mit mond az unió, hanem hogy mit mi élünk meg, és mit tapasztalunk. És ahogy a Kovács Gyula is mondta, meg a Rózsa Péter is, hogy mit csinálunk, mit teszünk. 2012-ben volt egy olyan felmérés, hogy mit vásárol a magyar fogyasztó. És arra a kérdésre, hogy vásárolna-e helyi magyar terméket, akkor 90%-os arányban válaszolták, hogy igen. És arra a kérdésre, hogyha drágább lenne a magyar helyi termék, mint az import termék, akkor vásárolna, akkor ez 12%-ra esett vissza. 12. Tehát most ezt magyarázhatnánk a vásárlóerővel, vagy abban, hogy a tudat szintje megvan, de a cselekvés szintje nincs meg. Tehát megint csak a tettek mezejét tapogatjuk, hogy mit teszünk, és talán ebben van nekünk még dolgunk a jövőben, hogy tudni mások, mindent tudunk, de mit teszünk. Nos, és akkor arra kértem én felkérést a Krisztinától, hogy a rövid ellátási láncról, a helyi élelmiszerrendszerekről, mert valójában ez a furcsa szó, hogy rövid ellátási lánc, rövid élelmiszer ellátási lánc, ez a helyi élelmiszerrendszerekről szól, és ez nem új keletű. Ez az, amiről a Péter, amiről a Gyura is beszélt, ami régen volt helyben, amit termeltek az emberek, a helyi közösségnek, azt helyben elfogyasztották. Na, ez, úgyhogy hazamehettek akkor most, mert igen, és el fogunk jutni talán ilyen táblatokba is. Maga ez az új fogalmi rendszer egyébként jó meghatározásokkal van teli. Azt mondja, hogy ez az értékesítésre fókuszál, tehát van a megtermelő, a gazda, van a fogyasztó, aki elfogyasztja, és közben hogyan jut el a fogyasztóhoz ez a bizonyos megtermelt termék, ahogy hallottuk, tehát az értékesítés, mint olyan, hogy közvetlenül, és az egy nagyon komoly marketing munka, időben, energiában hallottuk, hogy pakolni kell, lepakolni, fölpakolni, tehát hogy ennek nagyon sok ágaboga van. Tehát ez az értékesítés lehet közvetlenül a termelőtől, és lehet akár egy bolton keresztül is, és a bolt között is van az a bolt, ahol nem éri meg, mert hogy sehogy nem jön ki a matek, és még inkább rosszul jön ki a matek, és lehetnek úgymond segítő helyi termékboltok, ahogy az olasz és az osztrák gazdaságokban látjuk, hogy ezek a kis helyi termékboltocskák, ezek virágoznak. És mit mond még ez a meghatározás, hogy együttműködés? Ugye megint itt vagyunk a közösségnél. Azt mondjuk, hogy helyi gazdaságfejlesztés és szoros földrajz és szoros társadalmi kapcsolatok. Megint hol vagyunk? És én ezeket tartom fontosnak, hogy a társadalmi kapcsolatok. Megint elmegyek a piacra, de fogalmam sincs, hogy az a néni az egy álnéni, vagy ténylegesen egy termelő néni. És fogalmam sincs, hogy telegyomírtozza még jobban, mint a nagyüzemi gazdaság a kertjét, vagy pedig biomódon termel. És ezek a kulcskérdések. Nos, a rövidellátási láncnak az előnyeit már nem az uniós megközelítésben, hanem mi így összetettük ilyen kis színes kártyácskákon, és láthatjuk, hogy ez a rövidség ez mindenféleképpen itt van, és a sokszínűség, amiről szintén hallottunk az előzőekben, az almafajtáknál, a körtéknél, vagy a Péternek a gazdaságában, ez a sokszínűség, hogy mind fajtájában, mint pedig a termékskálában is sokszínű, tehát nem monokultúráról beszélünk. A rugalmas és ellenálló, ez pedig az, hogy még egy nagyüzemi rendszer beáll egy gyártósorra, és hogyha bármi történik, legyen az egy fertőzés, legyen ez egy gazdasági hullámvölgy,
akkor ez a gépezet így beragad. Még egy rugalmas gazdaság rögtön egy életszerű megoldással tud válaszolni, vagy a fajta sokféleségéből mondjuk legalább a 40%-a tovább tud menni, míg a 60 a többi monokultúrással együtt elpusztul, de az a 40 az akkor konstans megvan. Tehát ez a fajta rugalmasság megvan, a méltányosság az egyértelmű, tehát ha én fizetek, akkor a gazdának a munkájáért és a termékért fizetek, úgy, hogy ő ezt jövőre is tudja csinálni. Tehát ne legyen az önköltség alatti ár. Amit az Unió is aláhúzott, hogy egyfajta higiéniai rugalmasság szabályokat kaptak a termelők már itthon is, még lehetne egyébként, mert hogy a közvetlenség egyfajta biztonságot is jelent. Ezt azért mondom, hogy ezt az Unió is mondja, mert ha már egy bürokratikus egy ilyen nagyobb szervezet ezt mondja, akkor nem csak én, mint egy kis előadó állítom azt, vagy egy elkötelezett termelő állítom azt, hogy ennek egy élelmiszer biztonsági hozzáadott értéke is van, hanem igenis ez egy alátámasztott kijelentés, mert ha tudom, hogy kitől van, meg tudok győződni arról, hogy termelt, és ha hiba történik a termelésben, akkor is tudom azonosítani a hibát rögtön, tehát a megoldást is meg tudom találni sokkal könnyebben. A közösségről beszéltünk, a fenntarthatóság egyértelmű, friss és szezonális is, itt utolsó kártyaként pedig ez a hagyományoknak az megőrzése, továbbadása és az újszerűségeknek a beépítése, a hasznos beépítése mind része ennek a rövid élelmiszerellátási láncnak. És hogy miért kell erről beszélni? Ez egy ilyen központi statisztikai hivatal 2023-as előzetes adatok érhetők el az interneten az agráriumról, és akkor nézzük meg egy pár ilyen tényt, amit itt látunk, ez az életkort mutatja, hogy a különböző megyek erről, hogy 2010-től 2023-ig, és itt látjuk az időseknek, a 60 év felettieknek, sőt 65 év felettieknek a sávját, láthatjuk 2010-től 2023-ig mennyit nőtt a mezőgazdaságban az időseknek az aránya. Tehát a fiatalok egyre kevesebben vannak. Tehát kevesen vannak azok, akik a megnövekedett igényeket, élelmiszer igényeket hosszú időn keresztül majdan el tudják látni. És a tudás is ezáltal sokkal kevesebb jelen pillanatban a társadalom szereplői között. Ez a gazdaságok számának az alakulását mutatja itt a következő ábra, 2010-től 2023-ig. Ha megnézzük, akkor majdnem, egy kicsit kevesebb, mint a fele csökkenése, de főleg, hogyha már kettőt összevetjük, akkor még drasztikusabb a helyzet. És így enni meg szeretnénk, meg hát a népességszám is azért adott. És van a harmadik ábra, ez pedig a mezőgazdasági területeknek a megoszlása gazdaság méret szerint. Amit itt látunk piros vonallal, ez a gazdaságoknak a száma, a zöld vonal, az pedig a területnek a mérete. Ahol a legtöbb a gazdaságszám, azt láthatjuk, hogy az 1 és az 5 hektár közötti gazdaság méret. Az osztrákoknál az átlag az olyan 30 hektáros területméret, az már úgy nagyjából ki tudja szolgálni az egy termelő, vagy az egy kisebb családnak a megélhetését. Most azért az 1 és 5 hektár az önellátás, még némi termékfelesleg kategória. De még az is fontos, hogyha az élelmiszer, attól függ, hogy milyen termék, természetesen, tehát hogy van az intenzív, kertészeti, abszolút egyetértek, most így nagy átlagban mondtam. És akkor nézzük meg, van a 200 hektártól 500 hektár méretig a területnek a nagysága, ez pedig ilyen kevés gazdálkodói szám birtokolja ezt a nagy gazdaság méretet. Jó, ezt a sokaságnak az összgazdaság méret, ez meg ez a zöld pici.
Tehát a nagyon pici területet nagyon sok gazda, nagyon nagy területet nagyon kevés gazda az, aki birtokol. Na, ebből kell megfőzni azt a típusú ellátást, amiről mi beszélünk. És a másik ok ugye a megélhetés, amiről szintén itt a sütőtök számításnál elkezdtünk gondolkodni. Ez egy USA dollár, mert az Unióban, Magyarországon nem találtam ilyen statisztikát, de minden évben kijön egy olyan statisztika, az amerikai statisztikában, hogy egy USA dollárt, ha elkölt valaki, annak mennyi része jut a termelőre, mennyi a kereskedőre, és mennyi a szolgáltató szektorra, stb. És láthatjuk, hogy a 7% itt látható, a farmokra a 7%-a jut az 1 dollárnak. A legnagyobb része egyébként ez a szolgáltató szektor, aki a legnagyobb részét, itt pedig a két másik nagy részét, a kiskereskedelem és a nagykereskedelem húzza le. Jó, tehát ez a megélhetésnek az ábrája. És ezért is kell azon dolgoznunk nekünk, a Kislépték Egyesületnek is, hogy minél inkább a gazdához jusson el az a fogyasztói vételár, amivel a gazda aztán fent tudja tartani a gazdaságát, és úgy tudja fenntartani, hogy akár még a fiai szeretnének csillogó szemmel majd tovább folytatni az ő tevékenységét, mert itt a kulcs, tehát kiöregszik a most 65 év feletti gazdatársadalom, ki az, aki folytatja. És akkor itt van az a termelői sokszínűség, akikről beszélünk. Beszéltünk a sokaságról, akinek pici területe van, a kettelésből, felesleg értékesítési kategóriában termelőkről, illetve azokról a kis termelőkről, akik széles skálával, termékskálával, fajta skálával dolgoznak, de azért van egy főállásuk leginkább valahol. Vannak a több lábon álló, főképp mezőgazdasági tevékenységhez kötött gazdák, és vannak a professzionális olyan termelők, még mindig nem monokultúrás termelőkről beszélünk, hanem a real nagyobb termelőiről, akik már ebből stabilan meg tudnak élni, de nagyon kevesen vannak, hozzáteszem. És értük dolgozunk, és ez a rövid ellátási lánc terméknek ugye beszéltünk arról, hogy közvetlen értékesítés, és a kiskereskedelmi láncemen keresztüli értékesítés, ha az nem egy életellenes köztes szereplő, hanem egy segítő köztes szereplő, mint ahogy erre nagyon sok példa van egyébként a szomszédos tagországokban, illetve a rövid szóra szeretnék így kicsit rámutatni, hogy mit jelent az, hogy helyi termék. Kinek mit jelent az, hogy helyi termék? Csak a település? Vagy a régió? 30 kilométer, igen, ilyenek voltak, jogszabályban 40, de akkor mondjuk nekem jött oda egy termelő és egy termelőket segítő szervezet, hogy mit csináljanak, ha csak Békésben van dinnye és a Bakonyban nincs. Akkor velük mi lesz? Minden termelő szidja a bürokráciát, és teljesen jogosan, mert ő termelni tud, és azt jól csinálja, de még ugye marketingelnie kell, még könyvelnie is kell egyébként, amit elad, még el kell járni a piacra adott gyakorisággal, vagy az adott fogyasztókhoz értékesíteni, és közben még adminisztrálnia kell, mert hogyha van olyan vevő csoportja, aki bízik benne, de azért nem tud elmenni a gazdaságában, mert hogy az a távolság már nem az a 30-40 kilométeres társaság, akkor neki valamilyen módon azt igazolnia kell, hogy így és így termeltem. Mert a legjobb példa az, amikor ténylegesen kinyitják a gazdák a gazdaságukat, és oda időszakonként el lehet jönni az adott bevásárlói közösségnek, és meg lehet tekinteni az adott termelést és az adott termelési módot. Na és ez a társadalmi kapcsolatok azért még magyarországi viszonylatban is, én azt gondolom, hogy már egy fokban teljesül a beszélgetések és a bizalmi kapcsolat által, ám de azért egy bizonyos távolságon túl már elég nehéz eset.
Ez a bizalmi faktor, ez ami nagyon fontos, és ezt lehet építeni egyébként ezekkel a rendszerekkel. Igen? Itt megint csak azt kell mondjam, hogy mi az a szállítási távolság, ami megéri az adott gazdának. Lehet, hogy egy korai, ahogy a Pétertől is hallottuk, egy korai időszakban, még hogyha fóliásan is termelt bizonyos termékeket, akkor megérte neki a Pestre is, meg a Nagybanira is menni, mert még egy olyan árréssel tudott dolgozni, és nagyobb számú tétel esetén, amivel az ő gazdaságának a fönntartását azt biztosítani tudta. Tehát, hogy ehhez meg megint csak a termelőnek egy nyolcadik személyiségre van szükség, egy jó gazdasági szakemberi személyiségre. Tudjon előre tervezni, számolni, hogy ne legyen több a költség, és ne menjen tönkre az adott tevékenységben. Na most, nem csak piac van, meg nagybani piac, meg bolt, hanem nagyon sok olyan csatorna van, ami egyébként működik. Régen is működött, meg az újabb módszerek is működnek, hol itt, hol ott, az adott sajátosságra építve. Ugye a piacról már beszéltünk, van a normál piac, ahol vannak kereskedők is, meg termelők, de vannak termelői piacok, és itt nagyon nagy a piacszervezőknek a felelőssége abban, hogy egy bizalmi szűrést végezzen, és ezt hangsúlyozom, bizalmi szűrést végezzen. Tehát tényleg azokat engedje be a piacra, akikről meggyőződtek a közösségi szinten, hogy minőségi terméket állít elő szabályos és minőségi módon, és hogyha azt állítja magára, hogy termelő, akkor ténylegesen termelő saját termékeivel vesz részt. Van a vendéglátás és a és láttuk a dolláros ábránál, hogy valójában a legtöbb megélhetési hozzáadott értéket ez a rész tudja megtartani magának. Enni mindenki szeret, el kell menni egy picit arrébb, és akkor láthatjuk. A bevásárló közösségek hányan tudják, hogy mi az? Itt a 1-2, jó, azért vagyunk. Ezek egy újabb, olyan már szükségletre létrejött közösségi kezdeményezések, amikor egy általában civil csoport, elkötelezett civil csoport megszervezi a térségből, hiánytermék esetén akár távolabbról, hogy szintén szűrt, pozitív értelemben szűrt termelői csoportokról lehessen hetente a fogyasztóknak egy weboldalon keresztül előrendelni különböző termékeket, és azt egy adott hétnek az adott napján, tehát minden héten, mondjuk kedden, 4-től 6-ig átveheti egy adott átvevő ponton a fogyasztó, ezáltal egy szoros bizalmi kapcsolat és egy közösségi életforma is ki tud alakulni. És ez egy nyerő helyzet egyrészt a termelőnek is, mert ebben a 2 órában nem lutrira megy oda, hanem tudja, hogy abban a 2 órában ez az előrendelési volumenem, ezt én viszem, és nagyon sokan biztosítanak még egy ilyen élményvásárlásra is lehetőséget, tehát hogy egy kis felesleget is visz magával a termelő, és akár lehet sok esetben egyes ilyen bevásárló közösségekben ott random oda érkezőknek is vásárolni. No, szóval, hogy ezek most már 30-nál több ilyen bevásárló közösség van ma Magyarországon, hogyha megnézik a kosárközösség.hu oldalt, akkor ott az országos viszonylatban megtalálják leginkább ezeket a kezdeményezéseket. Saját bolt és automata, tehát a termelőknek vagy a termelőnek is lehet saját boltja, vagy hogy itt látjuk, ez inkább nemzetközi példa még, az osztrákoknál már szinte mindennapos, hogy szintén egy előrendelésen keresztül a gazda vagy a gazdák bekészítik az adott átvevő ponthoz a termékeket, és ott az adott kóddal a fogyasztók át tudják venni. Nagyon népszerűek, egyre népszerűek a szedd magad akciók, most éppen az őszi barack, alma, szilva az, ami fut így a térségben is, és vannak ezek a közösség által támogatott mezőgazdaság rendszerek, ahol egy éves, körülbelül egy éves szerződés alapon
mindig, ami terem, egy divers kis ládában megérkezik a termék, de itt nincs az, hogy megrendelem, hogy ezt és ezt szeretnék, hanem előre egyezteti a közösség azt, hogy az adott termelőnek főképp milyen termékei vannak, és akkor azon belül ezt a termék sokféleséget minden héten a termelői dobozt megkapják. Ha termékbőség van, akkor bővebben, ha meg ínség van, akkor szűkebben. És ez egy ilyen kockázat kezelési vége? Nem, csak szeretném kérdezni, hogy a kérdésekre hagyta is. Igen, csak azt nem tudom, hogy mennyi az idő. 46. Már most tartok 46-nál? Akkor gyors leszek. Jó. Ez egy példa, egy francia példa, ahol az ottani vasúttársaság megegyezett a termelők szervező csoportjaival, és az ingázás ugye Franciaországban már nagyon régóta erős, nálunk is ugye Vízfej a Budapest, és ott az ingázóknak a fő csomóponti vasútállomásain helyeztek el ilyen termelői automatákat. A háziasszony előrendel, ingázik, megérkezik, és utána már bevásárol is, amikor leszáll a vonatról, hazaviszi. A közétkeztetés az megint egy rövid ellátási lánc lehetőség, és nagyon sok jó példát szoktunk hozni, de leginkább mindig három lábon áll a közétkeztetés. Az, hogy a gyerekek elmennek a gazdához, és a gazda is eljön egy-egy nyílt napra, vagy akár az adott étkeztetési napra, és itt megismerik a gazdálkodót, a gazdálkodást a gyerekek, ez mind része, fajta kóstolók vannak paradicsom és paradicsom között, nagyon sokan, nagyon régóta dolgoznak ilyen programokon. A biotermékek, hogy bejussanak, azok szervesen épülnek be, tehát ami a térségben a legtöbb, leginkább kézenfekvő, például ebben az esetben a hagyma, azzal elkezdik, és miután hozzák az eredményeket, akkor csatlakoznak a jó példához a más terméket termelő gazdák is, és amit itt látunk, az pedig a élelmiszer hulladék csökkenése, tehát, hogy mérik a gyerekekkel azt, hogy mikor mennyi az élelmiszer hulladék, van kis adag, nagy adag, ebben most nem megyek bele az időrövidsége, de ezt egyébként a magyar jogrendszer is nem tiltja, így fogalmazok. És azzal a megspórolással, amit az élelmiszer hulladékon megspóroltak, azzal tudták kompenzálni azt a kis termék árfelesleget, amit a bio termék beszerzése, mondom először a hagyma, és utána ráépülően a többi termék is meg tudott hozni. Tehát ezeket, tehát itt van a gazdaságlátogatás, itt van a beszerzés, annak a megtervezése, végrehajtása, és van az oktatás, hogy a konyhásnéniktől kezdve a szülőkön keresztül, és a gyerekeken keresztül ilyen iskola, gyereksév program és eredményhirdetés, receptverseny, minden van ezekben a komplex programokban, és így lehet motiválni, és így lehet ösztönözni. Magyarországon talán Dabasba kezdték el a svéd asztalos menzát, ami aztán nagy sikert aratott, mert nem trendi menzára járni a nyolcadikosoknak, meg a hetedikesekre, főleg hogyha még mellé tesznek akár egy helyi termékrendszert is, ám hogyha ez bárszékekkel meg svédasztalos módon van, akkor az egészen más, és visszaszoktak a gyerekek a menzára. Természetesen emögé akkor be kell tenni ezeket a minőségi beszállítási rendszereket. A rövid élelmiszer lánc az nem csak alaptermékről szól, hanem feldolgozott termékekről, azoknak az újszerű megoldásairól, amire a fogyasztók vágynak, akár a szárított zöldségek, vagy chipsek, akár a mártogatósak, akár a gyümölcslevek, ezek, vagy zöldséglevek, ezek mind részei a RELnek. A termelő oldaláról szükséges, mert nem él meg, nem győzi azt a sokféle tevékenységet, amelyet elsoroltunk, illetve az a magányosság és a beszürkülés szintén jellemzi, míg hogyha ezek az iskolaprogramokkal, illetve a nyitott gazdaságprogramokkal kinyitja a kapuit, akkor ezekre egy pici megoldás, kicsi pipa tud lenni, hogy emberekkel találkozik, visszajelzéseket kap, pozitív visszajelzéseket kap a termelő, úgyhogy ebben segít, illetve azok a boltok, amelyek
pozitív kereskedő, kiskereskedői helyi termékboltok, azok láthatjuk, hogy mind a francia, mind az osztrák példánál ott személyiségében megjelenítik magát a termelő nevét, illetve az arcképeit is a termelőnek, hogy egy belsőbb társadalmi, közösségi hangulatot adnak neki. Jó, a fogyasztó részéről pedig ugye az árérzékenységről beszéltünk, az, hogy divatos vagy egyre nagyobb a tudatosság igénye a helyi termékeknek, az rendben van, de beszéltünk, hogy a cselekvési pont az meg még nem elég erős. Illetve a kényelmi zónáról szeretnék még beszélni, a reálben erről mi nem tekintünk el ettől, sőt, a mai fogyasztó igen bankkártyával szeretne fizetni, akkor erre lehetőséget kell adni a piacon is. Tehát és ezeket a dolgokat akkor igen, ne vessük el, és akkor hagyjuk el a termelést, meg szűnjön meg a mezőgazdaság, hanem igenis akkor kezdje el használni a gazda azáltal, hogy akkor ez segítse az ő megélhetését. Az áltermelőkről beszéltünk, de arra akkor most nem fogok továbbiakban. Az agroturizmusról szeretnék még egy olyat pár szót ejteni, hogy most készül az agroturisztikai stratégia, és ennek azért örülök, mert valójában az a nyitás, hogy a gazdához elmenjenek a fogyasztók, ez azáltal már egyfajta szolgáltatás. És lehet ezt ingyen és társadalmi szerepvállalással csinálni, de azért az osztrák gazdáknál is 6, 8, 10, 12 euró per csoportot kérnek, mert az az idejük. Tehát, hogy nem tud a gazda még klónozva lenni, az egyik az iskolás csoporttal, a másik meg kapál, hanem azt az időt, ami neki rendelkezésére áll, azt úgy kell beépíteni, hogy jól járjon a közösség, de ő se menjen tönkre. És ezt a tudást tudja egy minőségi agroturisztikai szolgáltatás biztosítani. És itt vannak az okok, ami az előzetes már több mint 400 kérdőjéből visszajöttek, hogy a gazdának ez miért jó, aki már csinálja. Azért jó, mert egyrészt több lábon áll. Tehát, hogyha a paprika odasül, attól még mindig jön az iskolás csoport, vagy éppen a paprika kertbarátkör, és jönnek hozzá, és fizetnek azért, hogy elmondja, hogy hogyan tud ő még az asszály ellenére is paprikát termelni, akár takarásos módszertannal, vagy víz visszatartással, vagy szürke víz visszatartással, és akkor itt utalhatnék az egész program sornak a tudásanyagára, ami van. Tehát ez biztosan segíti, értékesítési lehetőséget ad helyben, mindenki sokkal impulzívabban vásárol, és ugye közvetlenül, és itt jön ez a megismerik, köszönnek, visszajeleznek, pozitívan jeleznek vissza, ez neki nagyon fontos, és egyre több, sőt a legtöbb gazdálkodó említette, hogy igen, ő tudatában van abban, hogy ez a tevékenység a társadalom számára fontos, és ő szeretne a közösségért tenni azáltal, hogy megosztja ezt a tudást, és megosztja azt az élményt, amit egy gazdaság tud adni. Van egy mézízbogozó programunk, ezt csak gyorsan kivetítem. Itt a fajta mézekre szeretnénk rávilágítani, hogy ne lédig adják el a termelőink a mézet, mert Magyarországnak egy nagyon magas minőségű méztermelése van, hanem akár ilyen élményprogramokon keresztül, mint egy borkóstoló vagy a gasztrovonalba beépítve a különböző fajta mézeknek a különböző íz karaktereit kihasználva, mint a jófét boroknál, ez szintén lehet emelni ennek a megélhetési faktorát. Most fog, már 7. éve tartok ilyen élménygazda workshopot, most éppen szeptemberben lesz, Miskolc és környékén most, de ezeket a kis más szemüvegen való ránézést a gazdaságra, ezt próbáljuk meg a gazdáknak átadni, hogy az, ami neked mindennapos, szürke, izzadságszagú, az másnak élmény és érdekes. És ezt a fogyasztói igényt, hogyha te arra alkalmas vagy, és megfelelő struktúrában ezekre rá tudsz készülni, akkor ezt igenis be lehet építeni a megélhetési lábba, úgyhogy erre próbálunk jó gyakorlatokat és módszertant is adni. Erre nagyon sok védjegy, jó védjegy megoldás, míg a kényszervédjegy az meg nem megoldás, úgyhogy ezeket is el szoktuk mondani az Egyesületben. Ez egy helyben vagyunk védjegy éppen, ahol a pontokat jelöljük, nem a terméket,
és vannak a hálózati megoldások, ez a nyitott port a hálózat Zalatermál völgyében, ahol az év minden időszakában több mint 30 gazda kínálja ezeket az élmény program szolgáltatásokat is, tehát ott már egy működő rendszert meg lehet ismerni, és tényleg nagyszerű sokféleséget egyaránt. Köszönöm szépen, ez volt a Kis Lépték Egyesület, több tevékenységünk is van, ami a honlapunkon elérhető. Ha kérdés van, akkor tessék most föltenni. No, van-e kérdés? Jó. Jó. De a felvételért. Ott hátul van egy kérdés. Kérdés. Nem konkrét kérjük, de hozzá szeretném szólni. Bartok Norbert vagyok, üdvözlök mindenkit. És bizonyos szempontból érdekelt vagyok én is ebben, hiszen termelő vagyok, és elég régóta foglalkozom termeléssel, de dolgoztam Multitnál is, úgyhogy azt a részét is igen jól látom. Itt, amit én látok ebben a rövid értékesítési lázban, az, hogy ez egyenlőre a mai viszonyok között sajnos, és nem akarok most illúzió lomboló lenni, de ez megoldhatatlan. Kicsibe persze meg lehet csinálni, de és azt javaslom, hogy ezt fönn is kell tartani, mert eljön az a pillanat egyszer, amikor ez befogadott vagy berobbanhat. De jelen pillanatban, aki termeléssel foglalkozik és ebből él meg, az egyszerűen vagy nincs ideje még erre pluszban, főleg, hogyha olyan mennyiségbe csinálja, hogy meg is akar érni belőle, vagy tehát nincs rá ideje, illetve igaz, hogy a mezőgazdászok egy polihisztorok valahol, hiszen mindenhez érteniük kell, de pluszban még ugye a bürokráciához is, marketinghez is. És akkor a következő dolog ugye mindjárt itt a multi. Én magam voltam fültanúira egy olyan esetnek, hogy budapesti Hósenben, Budaörsébe bementem, és ki volt akkor a háros lecsó paprika, 600 forint volt egyébként kilója. És mivel én magam is paprikát termelem, tudom, hogy abban az időszakban tőlünk ezt 60 forintért vették meg. Tehát a multik jelen pillanatban 8-10-12-szeres áréssel elégednek meg, és amikor válogatták, dobálták a paprikát, ugye valószínűleg ezek a raktárakban hosszabb időt is álltak, hát fonnyat volt, nem volt friss ez a záró. Egyébként elteszem, hogy a paprika leszedése után órákon belül nagyon sokat veszít a C-vitamin tartalmából, magából a beltartalmi értékéből. Tehát ezért sem jó multikon keresztül mondjuk zöldséget, gyümölcsöt vásárolni. És hát itt most nem mondom, milyen szavakat használtak, és szitták a termelőket, hogy nem is tudják, hogy mennyi pénzt kérnek. Tehát föl sem merült bennük az, hogy nem a termelő az, aki ennyi pénzt kap érte, aki ér érte, hanem a multi gyakorlatilag az, aki lefölözi a hasznot. Ez az egyik, hogy nincs a gazdaságnál tőke. Ahhoz akár, hogy ilyen rövid értékesítési láncot kialakítsanak. Most nem a nagy gazdákról beszélek, akik hektárszámra üvegházba termelnek, hanem azokról a kis családi gazdaságokról, akik valóban próbálnak akár ők körülmények között termelni. A másik az értékesítés, mondjuk egy kis piacot, ha veszek, és megnézem egy kisvárosi piacot, akkor hát én magam egyébként növényvédés tápanyaggazdálkodási szakmérnök is vagyok. Tehát azért nem vagyok benne biztos, hogy ez az idős bácsi, és most nem bántani akarom azt a termelőt, mert biztos, hogy jót akar, hogy ő biztosan azt a 10 milli vegyszert, amikor kiméri, hogy ez 10 milli. Vagy ezt a 3 millit, amikor 10 literhez hozzá kell lenni, hogy ez 3 milli. Tehát ebben azért nem vagyok biztos. És ennek is megvan a veszélye. Tehát ez egy valódi minőségbiztosítási rendszer nélkül ezt sem lehet csinálni. Tehát ezt nem lehet csinálni, hogy szabadjára engedek mindenkit, és mint ökotermelő gyakorlatilag elismerem mindenféle ellenőrzés nélkül, és itt jön be az állami szerepvállalás, ami szerintem a legfontosabb kérdés. Állami szerepvállalás nélkül, és most ezt jó értelemben mondom, az állami szerepvállalást, ezt szintén nem lehet kivitelezni, hiszen amikor elindul Marokkóból, Egyiptomból, akár Jordániából a paprika, most ha már paprikánál voltunk, akkor ezt mondom, ott gyakorlatilag akár, nem tudom, hogy csinálják, de pedig kereskedőn keresztül jön be, de amikor mondok egy számot, 1000 forint a piacon a paprika, és ez a primer zöldségre vonatkozik, akár február-márciusi árakat mondok,
akkor az import lemegy 100 forint alá 900-ra. Ha a magyart leviszik 900-ra, azon nem megy 800, és ez így megy folyamatosan. Lehet, egy olyan árletörés tudnak képezni ezek a kereskedők, hogy fogalmunk sincs, hogy ezt hogy csinálják. De ettől nem csak a magyarok szenvednek, hanem egész Európa gyakorlatilag. És hozzáteszem, hogy mivel dolgoztam növényvédelmi felügyelőként is a hatóságnál, ezt pontosan láttuk, hogy ugyanazok a multik, akik tőlünk megkövetelik itt a zöldségtermesztésben a minőségbiztosítási rendszer, és azon belül, hogy milyen vegyszereket használhatunk, milyen integrált növényvédelemben lehet dolgozni, ugyanez a multi kiviszi a termelést Észak-Afrikába, és olyan hatóanyagokat alkalmaznak, olyan hatóanyagokat szórnak, fújnak ezekre a zöldségekre, amit már nálunk évtizedek óta be van tiltva, és tényleg veszélyes növényvédőszereknek számítanak. Tehát ott aztán tényleg nincs minőségbiztosítási rendszer. És ami a legfontosabb ebben az egész rendszerben, ezzel be is fejezem, a legfontosabb, és ezt kell látni, hogy amikor az Unióba beléptetnek valahol egy árut, mondjuk például tépezzük fel megint paprika, akkor az összes többi államnak ezt el kell fogadni. Tehát mondjuk, hogy Spanyolországban Marokkóval az áru, akkor azt el kell ismerni a németeknek, osztályoknak, a magyaroknak, hogy ez az áru tökéletes. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna hozzá tűzni. Köszönöm szépen, és szerintem következik a következő előadó, úgyhogy az elején ezekre némileg választottam, lehet, hogy nem volt benne, úgyhogy nem kezdem el újra. Köszönjük szépen. No, köszönjük szépen, Andi!